Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit, a mai weekendben a negyedik Tiszai Challenge-re, a Vajdisztrok Fesztiválra és az Országos Olvasóköri Találkozóra invitáljuk Önöket, de megmutatjuk azt is, hogy milyen a téka, egy képregény és egy légtornatábor. Először azonban a Nyíregyházi Egyetemre látogatunk, ahol nemrég rendezték meg a Szél Rózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozót. 5 nap alatt mintegy 200 program várta az érdeklődőket. Cserbáltad a balesetet miatt, a családodat, a gyerekeidet is. Rendkívüli élettörténetek, tartalmas beszélgetések, előadások, kreatív foglalkozások. Csak néhány a Szél Rózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozó programpalettájáról. Az országos rendezvénysorozat 1996-ban indult, azóta pedig minden második év nyarán más-más helyszínen rendezik meg az eseményt. Az idei 14. találkozónak a Nyíregyházi Egyetem kampusza ad otthont. A találkozó fő mozgatórugója a Szél Rózsa Tízek csapata, akik a helyi szervezőkkel közösen 5 nap alatt mintegy 200 programot kínálnak a látogatóknak. Ez egy nagyon sokszínű találkozó, mert ifjúsági találkozó ez a nevében is benne van, és ezt nagyon fontosnak tartjuk, úgyhogy a fő célcsoport a középiskolai korosztály, de emellett családokat és idősebbeket is várunk, így tényleg nagyon sok generáció megtalálható találkozón, azok is, akik 96-ban elkezdték, most már akár az unokáikkal vannak itt, és ez egy nagy öröm számunkra, szóval egészen az ovisoktól az idősebb korosztályig fókuszban a középiskolásokkal, és mindenféle program, előadások, áhítatok, istentiszteletek, workshopok, kreatív dolgok, éppen akik szeretne sport, és hát a koncertek. Mégiscsak egy fesztiválon vagyunk, egy találkozón, hogy nagyon sok keresztény zenekarnak koncertje van, este pedig egy nagy zenekarral, világi zenekarral bulizhatunk együtt a fiatalokkal. A Kertvárosi Evangélikus Gyülekezet a Nyíregyházi Egyetemmel egyeztetve pályázott arra, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, illetve a Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egyházmegye székhelyén bonyolíthassák az idei Szél Rózsa találkozót. Maga a helyszín adja azt, hogy egy ilyen fesztiválnak a párhuzamos programoknak a kavalkádja van, ami egyrészt én is egy programsátornak vagyok a felelős, ez azt jelenti, hogy 40-50 konkurenciás programmal kell megküzdenünk, de ez a mi oldalunk, a fesztiválra jövőknek meg az a nagyszerű lehetőség, hogy 200 program közül választhat. És ezt úgy oldottuk meg, hogy van egy mobil applikáció, és akkor azon keresztül mindenki megtalálhatja, kiválaszthatja a saját programját. Tehát ez nekünk egy kihívás, hogy tudjunk minél több fesztiválozót elérni. A fesztiválozó meg eldönti szabadon, hogy melyik programra tud menni. Minden találkozónak saját mottója is van, amely az 5 napos program gerincét adja. A 2024-es Nyíregyházi Fesztivál Pál apostol korintusiakhoz írt második levele alapján az elég gondolat felvetése köré épül. Mostanában olyan egy-két szavas, vagy hát mindig is egy-két szavas üzenetben próbáljuk hívogatni az embereket valami olyanban, ami megfog, elgondolkodtat, de mégis úgy nagyon egyértelműen átvezet aztán az alapigére és a bővebb témára. Szóval a második korintusi levélből származik az az ige szakasz, hogy elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. És ebből az elég szó az, ami minket hívogat idén, amit a logóban látunk, a pólókon, a karszalagon, mindenhol. Hogy hogyan is működik ez a mottóválasztás, meg az egész témaválasztás, általában megkérnek engem, hogy hozzak ötleteket. És akkor én, ami engem foglalkoztat, amit látok, hogy a társadalomban kérdés az egyházban esetleg felmerül, én ezekből kidolgozok ötleteket, és a tízek lesz az, aki választ. Amire jobban rezonálnak, vagy a legtöbben rezonálnak, az lesz. Na most idén ez egy kicsit nehézkes volt, mert amiket hoztam ötleteket, hát nagyon nehezen választottunk, ez a rezonálás most annyira nem jött össze, és aztán egy idő után úgy gondoltuk, hogy ez mégse lesz jó. És akkor elkezdtünk közösen ötletelni, és ez az elég, meg az elég neked az én kegyelmem, ez tulajdonképpen már egy közös ötlet volt, tehát nem az én saját ötletem. De nagyon jónak éreztük így a Covid utáni időszakban, háborús időszakban, itt a válság, ott a nem tudom, mindenféle csapások, tehát hogy nagyon nyílik az olló a társadalom különböző rétegei között, és hogy
még a középrétegnek, a széles középrétegnek is nagy kérdés, hogy mi az elég. És hogy ez az elég, ez mit jelent az életünkben, miből van elegünk. Mi az, ami elégséges, hogy ne akarjunk tökéletesek lenni, hanem csak elég jók, és mi az, ami elegendő, mi az a minimum, amivel lehet menni életszínvonalban, lelki téren. És erre egy nagyon szép válasz az, hogy elég nekünk az Isten kegyelme. Persze ettől még nagyon sok felé szét lehet azt bontani, hogy mi az elég, és nagyon fontos beszélni arról, hogy mennyi helyen nincs elegendő, mennyiszer van elegünk dolgokból, az elvárásokból, és a munkamennyiségből, és hogyan találhatunk elegendőt, amire szükségünk van ahhoz, hogy lelkileg is, testileg is tovább menjünk. Idén egybegyúrták a Tiszai Challenge-et és a Krumpli Fesztivált, ami kiváló ráhangolódás lehet az abátszalóki tiszató átúszásnak, vagy átevezésnek. A részleteket a települések polgármestereivel, Berec Jánossal és Balogh Gyulával beszéljük majd meg. Jó estét kívánok, sziasztok! Estét, ez a tulajdonképpen akció, hogy most itt jelen vagytok, ez egy régi ötlet volt, vagy régi barátság? Egyáltalán hogy kerültök most egy stúdió beszélgetésbe? Nem régi barátság, de az éven kezdődött el egy olyan kapcsolatfelvétel, vagy hogy mondjam, amely a Tisza szerelmeseit összeköti, hogy úgy mondjam. Tehát mivel nekünk Gál Venture-ünk van, ez a tiszai úszásunk, a tiszai challenge-ünk, a 10 kilométeres úszás, és hát hallottunk már az abátszalóki Tisza átúszásról is, így gondoltuk, hogy felveszünk a kapcsolatot polgármester úrral, és megpróbálunk ebből egy ilyen közös koncepciót kihozni, amely mindkettőnk számára lesz valami hozadéka, akár úszók számának a növelésében, mi úgy gondoltuk, tehát azért látjuk itt az évek folyamán, hogy lassan növekszik az úszók számát, nem mindenki alkalmas arra, hogy 10 kilométert leúszon, és azért szakmai beszélgetéseket is folytattunk polgármester kollégával, és valóban szűk az a réteg, amelyet meg tudunk majd mozgatni a jövőben is. Ők is sokat küzdöttek vele, de ő majd erről beszél, és kicsit próbáljuk más alapokra helyezni mi is a fesztivál hangulati dolgainkat, és ezért kötöttük egy kicsit össze a Krumpli Fesztivállal, hogy nagyobb legyen a hangulat, vonzóbb legyen a maga a település, illetve ez a rendezvény. Na, mindjárt beszélgetünk akkor majd a részletekről is. Hát akkor tényleg abszolút egyértelmű a kérdés, hogy ezt a jó gyakorlatot hogyan tudjátok átadni? Valóban mi már több mint 30 éve szervezünk tiszható átúszó versenyt. Igazából eleinte mindig a abátszalók saját maga szervezte ezeket a versenyeket, és ott az abátszalóki medencében egy ilyen 4 kilométernyi sávot tudunk kijelölni, ahol ezt az úszást meg lehet tenni. Természetesen kategóriákra bontottuk, gyermek, felnőtt kategória, férfi-női versenyekre, de hosszú évek tapasztalata az volt, hogy mi sem nagyon tudjuk növelni a létszámot. Uh-huh. És arra a mai világban felhasználva a médiát is arra következtetésre jutottunk, hogy hát ezt akkor tudjuk magasabb szintre emelni, hogyha nagyon jó együttműködésünk van, és mondjuk szakági szövetségeket is megkeresünk. Úgyhogy mi megkerestük a Magyar Úszószövetséget és a Kajakkenu Szövetséget is, hiszen ha átúszás van, miért lehetne átevezés is, uh-huh. És így a kettőt mi 3 éve már összegyúrtuk a rendezvényt, és így nálunk úsz és evez programként jön létre. És ez hasonló, mert ugyanazok szervezik, akik már a Balaton átúszást, vagy ott az idén volt olyan, hogy száppal át lehetett evezni, ez a Tiszatónál pedig egyéb vízi járműveket is jelent, tehát lehet kenuval, kajakkal, száppal átevezni. Sokan vannak, akik szeretik ezt a fajta kihívást, ezért is jó a challenge, mert kihívás valóban, hogy egy folyóvizen úszni, ez egy újdonság lehet annak, aki próbára teszi a teljesítőképességét. Nálunk pedig vannak olyanok, akik az evezést is választják, ez 8 kilométer egyébként, és van, aki az evezés után még leúszza az átúszást is, vagy fordítva.
Gondolom, hogy még olyanok is vannak, akik már több évtizede rendszeresen részt vesznek az eseményen. Hogyne, természetesen. Tehát van, aki már gyermekként is indult, de már felnőttként is indul, és van olyan extra versenyzőnk is, egy idősebb úr például, aki ha leúszta a távot, utána még egyszer leúszta ugyanezt a távot. Úgyhogy valóban sokan vannak olyanok, akik keresik valóban a kihívást, a teljesítő képességüket felmérik. De ugyanez vonatkozik egyébként a Tiszatónál a kerékpározásra is, úgyhogy majd lehet, hogy még magasabb szintre fogjuk majd ezt emelni idővel. És tulajdonképpen ennek a koncepciónak mi a hozadéka? Tehát mondjuk, hogyha valaki nálatok például részt vesz a challenge-be, automatikusan megkínáljátok neki a tiszatavi programokat? Természetesen így van, illetve hát polgármesterek majd ott lesznek nálunk, polgármesterünk mint segítő is, egy vízi járművel, marketingeljük az ő úszásukat, ők a miénket, az ő strandjukon, mert azért náluk egy kiváló partszakasz van ott azért a Tiszató partján, és hát ez egy kölcsönös, én úgy gondolom, egy pozitív együttműködés lesz a jövőre tekintve majd. Na, akkor még egy picit beszéljünk magáról a Krumpli Fesztiválról is, mert hogy ugye ez is egy tradíció, és hogy gondolom, hogy nagyon sokféle programmal várjátok azért az érdeklődőket. Így van. Hagyományosan egyébként a Krumpli Fesztivál mindig a 20-ai ünnepkör környékén szokott lenni, de hát mivel egy kis település vagyunk, tehát koncentráljuk az erőforrásainkat, illetve a tiszai úszás mögé téve, mondom, egy nagyobb fesztivál jellegű hangulatot szeretnénk teremteni, és új helyszínen. Tehát eddig mindig a Tiszaparton, itt a Balsa, a Gálmencselő közötti partszakaszon zajlott a célbeérkezés, úgymond, és ott volt a fesztivál. Most mindezt bevittük a kastélykertbe, ahol a színházi estéink is zajlanak, tehát próbálunk egy olyan megfelelő milliót teremteni ehhez, amely vonzóvá teszi tényleg a távolabbról érkezőknek, illetve nagyon sok a távolabbról érkező úszó is, tehát őket már előző este, péntek este várjuk egy ingyenes színházzal, és másnap pedig az úszásra való indulással. Úgyhogy kicsit azt mondanám, hogy 3 az 1-ben, tehát egy kicsit így összekapcsoltunk sok mindent. Kicsit én úgy gondolom, hogy ennek nagyobb lesz a hozadéka. Egy picit azért még az úszásról is beszéljünk, mert igaz ugye, hogy nem az első rendezvény, de hát ha valaki csak most értesül róla, valóban ugye folyóban úszni nem ugyanaz, mint egy tóban vagy mondjuk az úszodában, tehát mire készüljön az, aki ott lesz majd reggel 9-kor a startnál? Akkor azzal kezdem, hogy Kovács itt, ugye bár ő a háziasszonyunk szokás szerint, már itt a 4. alkalommal is, ő itt az előző hetekben már egy kis edzés, nem is tervet, de egy kis ráhangolódást azért a Facebookon már közzétettünk, hogy hogyan is készüljenek azok, akik mondjuk először akarják leúszni. Persze nagyon sok, aki visszatérő úszó, illetve hát a 10 kilométerre azért nem egyik napról másikra kell felkészülni. Tiszabercerről lesz a rajt, szombat 9 órakor, hát úgy gondoljuk, hogy 1 óra lesz, amire az utolsó úszó is kilép a vízből, tehát egy 4 óra hossza azért kell a gyengébeknek. Biztosítása, többi ugyanúgy, ahogy lenni szokott, illetve ahogy a Balaton átúszáson, vagy nálatok is a Tiszatavon, tehát azért komoly feltételei vannak. Azt látjuk, hogy egyre több fiatal próbálkozik, tehát 16 év alattiak is nagyon sokan akarnak jönni, illetve a szülők próbálják a gyerekeket az 500 méterenre majd benevezni, tehát nagyon sokan 11 évesek, 10 évesek is, illetve hát paraolimpikon vasemberek, tehát nagyon sokan bejelentkeztek már a 10 kilométeres úszásra. És én úgy gondolom, hogy ami sokat dob a rendezvényen és a visszajelzésekből ez lejön, hogy családias a hangulat. Tehát nagyon sokan ezt szeretik a mi úszásunkba, és azt mondják, hogy ezt ne engedjük el. Tehát, hogy utána kis ajándékok, a bor, a törőköző, a póló, a habzsidőzsi, tehát ez kell a mai embereknek, én úgy gondolom. Én azt gondolom, hogy egyébként az időjárás az mindenképpen abszolút kedvez az ilyen jellegű vizes rendezvényeknek, jó felfrissülni. Másrészt pedig, hogyha például a folyóvizeket, vagy akár az állóvizeket is egy kicsit megszeretik, akár a fiatalabb korosztály is megtanulják, hogy hogyan is kell helyesen bánni tavainkkal, illetve folyóinkkal is abban úszni, akkor az is egy életre szóló garancia, hogy tényleg egy tragédiát mondjuk megelőzzünk, úgyhogy erre is nagyszerű ez a rendezvény. És egy utolsó kérdés, mert elfogyott az időnk, azt tudom, hogy János szokott úszni, nem tudom, polgármester úr, te is átúszod ilyenkor a Tiszatavat, vagy mondjuk a Tiszát, vagy csak vízi járművel evezel majd most? Jó a kérdés.
Én nagy szerelmese vagyok a Tiszának, abátszalóki születésű vagyok, de egyébként másképp is kapcsolódok ide Nyíregyházához, mert én ide jártam középiskolába egyébként, és sőt abban az iskolában, amiben Kovács Rita is járt, fölöttem járt néhány évvel, úgyhogy így pláne személyesen is tudok kapcsolódni az egészhez. Viszont az alapszakmám az tanár, méghozzá testnevelő tanár, én 17 évig úszást oktattam gyerekeknek, úgyhogy ezzel olyan nagy probléma nem lenne. Viszont van egy alga allergiám, ami a szabad vizekbe hát kijön egy ilyen, mint másnak a szénanát, ha nekem ilyen alga allergiám van, és ezért ilyen kihívásokra nem annyira vállalkozom, mert utána nehéz estén következik, meg az utána következő nap. Utána elmúlik, ezzel nincs baj. De biztosítani természetesen szívesen megyek és segítek benne, ebben is van tapasztalatunk. Kenutúrákat és motoros csónaktúrákat is vezettek a Tiszatavon, mind a mai napig egyébként a szabadidőmben, úgyhogy kenuzásban is van gyakorlatom, úgyhogy ezt még keressük, hogy lehet, hogy egy csapattal mi is benevezünk a helyi versenyre. Nos, hát köszönjük szépen. Augusztus 3 akkor Tiszai Challenge, augusztus 24 pedig a Tiszató átúszása vagy evezése, úgyhogy vártok mindenkit, gondolom szeretettel. Igen. Köszönjük szépen. Mi köszönjük a lehetőséget. Kedves nézők, nem csak az úszás népszerű, hanem a képregények is, egyre több fiatal fejezi ki gondolatait a világról ilyen formában. Az alaposan kidolgozott részletgazdag karakterektől a művészi szintig alkotnak, idén harmadik alkalommal már tábor keretein belül is. Mindenki képregényt rajzol. Ez egy ilyen sajátos önkifejezési forma lett, tehát nem csak arról szól, hogy nézik a képregényfilmeket, meg olvassák a képregényeket, hanem egyre inkább ilyen képekben kezdenek el mesélni a saját érzéseikről, a saját gondolataikról. Ugye én grafikusokat tanítok, és amikor felvételiztettünk, akkor gyakran hozzák a kis füzeteiket, amiben komplett képregények vannak elkészítve. Tehát ez egy kicsit már olyanná vált a képregény, mint a 21. századnak a népművészete. Tehát egy ilyen sajátos elbeszélési forma, sokan így tudják kifejezni magukat, és akkor ebből adódott az, tulajdonképpen 3 évvel azelőtt, ugye most már ez a harmadik képregénytábor, hogy hirdessük meg ezt a foglalkozásot 9-15 évesek számára, és ez mindig ilyen teltházzal megy, tehát ilyen 16-20 fővel mindig, körülbelül ennyi a kapacitásunk, tehát ennyi az, akivel tudunk foglalkozni, tehát úgy személyre szabottan. Ezek között tényleg vannak olyanok, akik nagyon jó rajzolnak, és már teljesen digitálisan készítik el a dolgaikat, hozzák a kis tabletjeiket, és ők saját maguk azon is rajzolnak. Van, aki pedig még a hagyományos módon készíti el ezeket a képtörténeteket. Mindenkinek segítünk, tehát gyakorlatilag nincs az, hogy valamilyen szintre el kellene jutni valakinek. Ugye valaki nagyon egyszerű figurákkal dolgozik, akkor abba segítünk, hogy lehet azt szépen megcsinálni. Ha pedig tényleg már komolyabban beleveti magát a rajzolásba, akkor pedig azt próbáljuk neki megmutatni, hogy lehet azt még szebbé, még profibbá tenni. Mindenkinek egy oldalt el kellene készíteni. Egyébként már többen úgy jönnek ide, már vannak visszatérő diákjaink, most jelenleg 7, akik már vagy az előző, vagy az előtti táborban is jelen voltak, és már ők úgy jöttek ide, hogy hoztak kész oldalakat, vázlatokat, de többen is már kész történetekkel, vázlatokkal, tervekkel érkeznek. Azt vettük észre egyébként a visszatérőknél is, hogy ugye látszik egy fejlődési ütem például náluk, tehát hogy rajzba, sőt a héten belül is észre lehet venni, ugye, hogy ki hogyan mit alkot. Ugye próbáljuk nekik elmondani, hogy hogyan néz ki egy képregény, hogyan kell a képkockákat felrajzolni, milyen típusaik vannak, és akkor ugye azt szerint fognak ők majd rajzolni, hogy a történetükhöz mi az, ami illeszkedik, mi az, ami kapcsolódik. Okay.
anyukám mutatta nekem, hogy van ez a képregényrajzó tábor, és hogy én rajzos vagyok, vannak karaktereim, írok egy történetet, próbáljam ki, és ezért jöttem el, azután pedig egyrészt a társaság miatt, egyrészt meg maga az alkotás miatt jártam vissza. Tavaly sajnos csak 2 napot sikerült, de idén végig reggeltől estig itt vagyok. Technikákat annyira én még nem tanultam, mivel hogy a legtöbbet ismertem, viszont az, hogy a saját határaimat feszegessem, az nagyon, tehát arra az a tábor nagyon jó volt, mert első évben azt vettem észre, hogy nem voltak hátterek, akkor következő évben a háttérre fókuszáltam, idén a dinamikára próbálok egy kicsit fókuszálni, és így minden évben egyre jobban próbálom felülmúlni azt, amit azelőtt csináltam. És ebben így segít az, hogy itt vagyok, és ez az alkotói közeg igazából. Ahhoz képest ugye, hogy mind filmben, mind képregényben Magyarországon is a Marvel az, ami jobban elterjedt, és jobban is ismerik ugye ezeket a karaktereket, ezeket a képregényeket, ezeket a filmeket. De ugye, mivel Európában szuperhősös képregényeket nem rajzolnak, és Magyarországon sem rajzoltak soha, mert ugye az egy amerikai találmány, és ugye onnan áramlik be a világ minden tájára. Ugye a diákok ismerik, van, aki felhasznál belőlük figurákat, de amiket ők is kitaláltak, nincs köze a szuperhősökhöz. Inkább a rajzstílus az, ami érdekesebb, hogy ugye vagy ilyen ugye a mangának, az animéknek most elég nagy népszerűsége van ismét Magyarországon is, tehát hogy főleg ez a fajta stílus jelenik meg, de ugye nagyon változó, hogy ki mit szeretne, vagy hogyan akarja megrajzolni azt a történetet, amit hoz, de ilyen szuperhősös történetek például nem nagyon szoktak lenni. Volt rá példa, tehát tavaly volt rá példa, hogy valaki egy ilyet dolgozott fel, de volt olyan is, hogy saját családjából egy második világháborús történetet hozott, az dolgozta fel például, tehát hogy életből merített történetek is vannak. Én egy fantasy történetet írok, ennek már van egy készkönyv változata. Igazából a jelenlegi képregény az egy háborús helyzetről szól, ahol az egyik csapat századosa a másikékhoz betör, viszont nem azért, hogy megtámadja őket, hanem épp azért, hogy szövetséget kössenek, és együtt egy nagyobb közös ellenséget támadjanak meg igazából, és erre a századosra és erre a királynőre van helyezve ebben a könyvben a hangsúly, meg ebben a képregényben is. Most az első könyv van kész a tervezett 3-ból, és ez sajnos csak a 3. könyvnek a cselekménye, tehát igazából még nagyon-nagyon kis lépésekben áll a történet. Nincs is sok időm rá, hogy foglalkozzak vele, de egyszer tervezem befejezni. Nem annyira gyerekműfaj ez, tehát inkább a fiatal felnőtteknek a szórakozási formája, amit nyilván a gyerekek is szeretnek, tehát ők is ezt csinálják. Mi már évek óta csináljuk itt ezt a kiállításokat, alkotókat, rajzolókat hívunk, bemutatjuk a munkásságukat, beszélgetünk velük, egyfajta példát mutatunk azzal, hogy így lehet karriert építeni, tehát hogy a képregényes világban is van ilyen karrier, úgyhogy és a könyvtár az egy nagyon jó partner volt ebben, tehát minden formában nagyon jól együtt tudtunk működni a Képregény Kulturális Egyesület, illetve a Móri Zsigmond megye és városi könyvtárnak ez a képregénytára, úgyhogy ez egy ilyen hasznos szimbiózis a kettőnk között. Már csak néhányat kell aludni, és újra dübörög a Rock hegy alján. Vendégünk a Wildest Rock Fesztivál mindentudója Balogh Attila. Szia! Üdvözöllek, Magda, üdvözlöm a közönséget is. Jó estét kívánok! Hát dübörgött már bizony itt a Rock, ugye ez nem az első ilyen jellegű rendezvény. Milyenek voltak a visszajelzések? Bizony, ez már a negyedik Wildest Rock Fesztivál, ami megrendezésre kerül. Folyamatos növekedést és folyamatosan azt látjuk, hogy az emberek kezdik megismerni, kezdenek visszaszokni erre a helyszínre, ahol is, hát ugye annak idején a nagy tradicionális fesztivál zajlott hosszú éveken keresztül. Ezt a hangulatot szeretnénk visszaadni és valahogy visszacsempészni a környezetbe, hogy mindazokkal az élményekkel térjenek majd haza, és várják a következőt, mint ahogy eddig is voltak ezek. Na, hát ez a helyszín ugye Rakamaz, egészen pontosan hova lőjük be? Hát a Tisza folyó hídlábánál a kemping és kalandpark a maga a helyszín.
jelen pillanatban ugye még a fejlesztési fázisában van a fesztivál, ezért még hátra a rétre nem költözünk ki, még csak két színpadon zajlanak a koncertek, na de hát így is a három nap alatt 14 zenekar koncertjét láthatják az odalátogató vendégek. Hát azt gondolom, hogy akkor ott tényleg zenében nem lesz hiány, és mindenki nagyjából ugyanebben a stílusban játszik, ugye? De vagy azért mégiscsak igyekeztetek úgy összeállítani, hogy legyen egy kicsit változatos a repertoár? Mivel maga a fesztivál rockfesztivál és motoros találkozó egybegyúrva, én úgy gondolom, hogy ennek a közönségnek nem kimondottan a populáris zenével kell kedveskedni, arra meg vannak más egyéb rendezvények. Mi próbáltuk ugye a motoros találkozóra, motoros fesztiválra és a rockerekre építeni magát az egész rendezvényt. Akkor egy kicsit mutasd be a zenekarokat. Hát a teljesség igénye nélkül is, és les nem is kell, mert nagyon sok. Nagyon érdekes, hogy a legelső nap, a csütörtöki nap, ami a nulladik napja a fesztiválnak, és ezt a napot teljes mértékben ingyenessé tettük a közönség számára, mindenki ingyen érkezhet. A Sing Sing zenekar fog egy fergeteges koncertet adni, és azt kell tudni a Sing Sing zenekarról, hogy az első Sing Sing táborát ezen a helyszínen tartotta, aminek lassan három évtizede. És ők visszatérnek. Na de hát a Sing Sing mellett fellép az AVS zenekar, P-Mobil zenekar, Depresszió zenekar, és sorolhatnám hosszasan ABCD-t. Nyilván a 14 zenekart nem fogom most mindet felsorolni, de aki kilátogat, az csütörtöktől vasárnap hajnalig folyamatos programokban vehet részt. Mert hogyha éppen nem színpadi koncertek vannak, akkor egyéb betélkedőkkel próbáljuk eltölteni a látogatóknak az idejét. És az egyik kedvenc, amit észrevettünk a tavalyi évben is, a tiszai kikötőnél, kikötő felett áthúzott drótkötélen történő átcsúszás, átmászás, ahol is a felénél egy női csipkés bugyit kell levenni, és aki ezt meg tudja szerezni, az értékes nyereményeket kap. Hát tehát talán ez volt az egyik legnagyobb kedvenc a látogatók részéről, de számos egyéb programok és értékes ajándékokat adunk a látogatóknak. Ugye említetted, hogy a csütörtöki nap ingyenes, egyébként nyilván a többi napokon már van belépő, én meg mondom a nézőknek, hogy figyeljék majd a Facebook oldalunkat, ugyanis itt lesz egy játékunk, amiben majd nyerhetnek egy páros belépőt a fesztivál teljes idejére, úgyhogy ez egy nagyon értékes nyeremény, főleg annak, aki szereti a rockzenét, és mondjuk motorja is van, tehát egy egész hosszú hétvégét ott eltölthet. Egyébként ugye nagyon sokan érkeznek távolról, tehát ők ott kempingeznek? Mi a bevált gyakorlat? Folyamatos fejlesztés alatt áll a kemping. Nagyon-nagyon európai szintű apartmanokkal tudunk már kedveskedni, ami annyit jelent, hogy légkondicionálástól, wifivel, saját zuhanyzóval ellátott apartmanok, a régi, tradicionális emeletes ágyas faházak, és mellette nyilván rockerekről beszélünk, sátorhelyjel, sátorral érkeznek a vendégek. Hát itt ezek közül, a három lehetőség közül lehet bent a kempingben választani, viszont maga Tokajváros nagyon sok apartmannal és szállodával rendelkezik, tehát rendszerint ezek is meg szoktak telni ezen az időszak alatt. Igen, tudod, a fiatal rocker az még bírja a sátorban. Meg előtte való a sátor előtt alvást is. Igen, de már amikor már egy kicsit kényelmesebb, akkor szereti a puha ágyikót. Igen, és hát mondjuk egy-egy nagy buli után tényleg úgy aludni, hogy másnap kipihenten ébredjen, de hát mindenre is van lehetőség. Ati, nagyon szépen köszönjük, akkor majd az élménybeszámolóval várunk, hogy nehogy elfelejtsünk. Köszönöm szépen a meghívást. Kedves nézőink, most tartunk egy kis szünetet a híradó erejéig, aztán jövünk vissza légtornával és a Téka táborral, maradjanak velünk. Üdvözlöm újra a Weekend nézőit, már is folytatjuk a műsort. Hamarosan érkezik hozzánk Bihariné Olika, hogy az Olvasókörök Szövetségéről meséljen. Előtte azonban nézzük meg, milyen egy gyerekeknek szóló légtornatábor. Ez az eszköz, a hemok, ami most egy ponton van függesztve, ez a légtánchoz kell ahhoz, hogy így forogjon és ne tekeredjen össze. Hemok, szilk, karika, csak néhány a légtornához használt eszközökből.
A sportág az akrobatikus elemeket és a táncot ötvözi levegőben. A könnyed és légies mozdulatok elsajátításához azonban kemény fizikai erőnlét szükséges. A sportág egyik kiemelkedő oktatója, Makara Éva Nyíregyházán egy gyermekeknek szervezett táborban tanította meg a résztvevőknek a légtorna alapjait. Én Írországban, Dublinban tanultam ezt, és aztán fejlesztettem ott tovább magam Edinburgh-ban. Tanultam, jártam különféle légtorna eseményekre, ahol külföldi oktatóktól lehetett tanulni, elvégeztem az oktatóképzést, és azt is szintén Edinburgh-ban csináltam, ott oktattam, és fellépőként tevékenykedtem, és aztán itthon pedig úgy döntöttem, hogy ezt szeretném tanítani, és megismertetni a Nyíregyházi, illetve a magyar gyerekeket is ezzel a különleges sporttal, akikhez még nem tudott eljutni itt a térségben ez. Most ez a tábor egy ízelítő arra, hogy miket lehet tanulni, nem csak hemok eszközön, hanem különféle légtorna eszközökön is, karikán, hevederen, szilken, és még horgonyeszköz is lesz jövő héten a következő haladó turnusunkban. Ezek mind a cirkuszokból ismert artisták által használt eszközök, és ezeken tanulhatnak a gyerekek, illetve kaphatnak egy kicsi bepillantást abban, hogy mit csinál egy artista. A légtorna az egy nagyon komplex sport, mert nem csak erő, hanem hajlékonyság is szükséges ahhoz, hogy ezt szépen kivitelezzük, illetve állóképesség. A gyerekeknek azért jó, mert saját testsúllyal edzenek, tehát nem terheli őket úgy, mint egy másfajta edzésforma. Alapvetően nem ajánlott a gyerekeknek csak saját testsúlyos edzéseket folytatni. Az egyensúlyérzéküket fejleszti, az idegrendszerüket fejleszti, már egészen kicsi kortól babaként is jöhetnek ide az anyukákkal a különféle babamama órákra, amit ezekben a légtornasejmekben végzünk, és az is segít nekik fejlődni az idegrendszeri érettségben, és hát összekovácsolja a gyerekeket, mert csapatban kell dolgozni, vannak olyan gyakorlatok, amiket együtt kell csinálni az eszközön, együttműködésre sarkalja őket, illetve növeli az erőálló képességüket. A gyerekek az önkifejezést is meg tudják tanulni ezekben a táborokban. Vannak olyan gyakorlatok, játékos feladatokon keresztül, ahol kifejezhetik azt, hogy mi van bennük. Érzéseket kell eltáncolni, különféle zenékre kell táncolni, forgóeszközön. Ehhez már egy picit több tudás kell, de már így az egy hetes tábor után is vannak, akik nagyon ügyesen elsajátították a légtánc alapjait. Hol találkoztál ezzel a sporttal először, és mi tetszett meg benne? Hát tavaly voltam táborban, nagyon megtetszett, és azért jöttem most is el, mert annyira tetszett, hogy nagyon szerettem volna. A légtornát többnyire a cirkusz világához kapcsolják. Az utóbbi években azonban egyre népszerűbbé vált versenysportként is. Világbajnokság is van belőle, Európa-bajnokság is, rengeteg országos versenyt is szerveznek már, nem csak Magyarországon, de külföldön is. Nem olyan régóta számít ez világbajnoki szintű sportnak, vagy sporteseménynek, de most már vannak belőle, és hát tőlünk is sok gyerek versenyzik, illetve most itt mi szerveztünk egy országos versenyt áprilisban a Nyíregyházán, az első országos rúd és légtorna versenyt, amin a stúdiómból is 21 diák indult, és nagyon szép eredményekkel végeztek. Vannak közülük, nem csak nagyobbak, de kisebbek is már, akik komolyan veszik ezt a sportot,
sportot, és komolyan tudnak készülni egy-egy versenyre, egy-egy fellépésre. Sok fellépési lehetőséget biztosítunk egyébként a gyerekeknek, hogy ezzel ugye a színpadművészeti részét is promotáljuk ennek a sportnak. Lehet ugye tovább menni nem csak versenyzés terén, hanem iskolákba is. Artista képző van Magyarországon, Budapesten. Oda lehet jelentkezni. Egyébként a stúdium a Fővárosi Nagy Cirkusz és a Nemzeti Cirkuszművészeti Központtal együttműködésben áll. Egy mentorprogram részei vagyunk, ahol várják a stúdium diákjait Budapesten az artista képzőbe, illetve különféle lehetőségeket biztosítanak a továbbfejlődésre, nem csak a stúdiónak, de a diákoknak egyaránt. Az Olvasókörök Szövetségének nyári találkozójának ezúttal Nyíregyháza ad otthont. A programok ma délután kezdődtek, vendégünk Biharinné Jolika. Jó estét, szia! Jó estét kívánok, szervusz! Hát ilyenkor nagyon nagy az izgalom, gondolom, hogy egy házi asszonynak rengeteg tennivalója van. Így igaz. De hát rákészültetek rendesen. Mióta szervezitek magát a hétvégét? Hát már vagy 3-4 hónapja biztosan szervezzük. Szerencsére nem egyedül kell szerveznem, hiszen ez egy óriási feladat lenne egyedül. Nagyon sokan vannak körülöttem. A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület keretén belül működik az olvasókör, illetve az énekkar, és a tagok nagyon sokat segítenek. Tehát ez egy olyan nagyon-nagyon közös csapatmunka lesz. Akkor nagy felelősség, igen, ugye? Igen, így van, pontosan. Egy ilyen találkozó, de gondolom, hogy ti is már kellő tapasztalattal bírtok, mert hogy hasonlóan, igen, mint vendég voltatok. Igen, részt is vettünk már, persze tavasszal is voltunk a nagy kanizsai tavaszi országos találkozón, és előtte pedig, amikor felvettek bennünket ebbe a szövetségbe, tavaly tavasszal a Budapesten az Országos Széchenyi Könyvtárban, illetve a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban már ott voltunk, és akkor már szerepeltünk is az olvasókörrel, uh-huh, valamint az énekkarunkkal is. Ugye 18 tagszervezet és több mint 150 résztvevő érkezik majd, őket el is kell szállásolni? Tehát igen, ilyenkor minden a ti feladatotok? Minden. Szerencsére a Luther Kollégiumban találtunk szállást, megfelelő szállást, minőségi szállást, és a rendezvények pedig a részben a könyvtárban, részben pedig a Hotel Koronában lesznek, még pedig a Kodály teremben, tehát nagyon szép helyen leszünk, és nagyon sok szabadtéri programunk is lesz, hiszen megnézzük a város nevezetességeit, illetve megmutatjuk a kedves vendégeinknek, és Sóstort sem marad ki, az állatpark sem, tehát szabadtéri programjaink is lesznek. Gondolom ugye, hogy ma érkeztek, holnap, ha lehet mondani, az lesz az esemény csúcs pontja, a szombati nap? Igen, délelőtt a kulturális negyedet fogjuk megnézni, valamint az evangélikus templomot, és ezt követően pedig ebéd után kimegyünk a Sóstóra, ugye a Legek állatkertjébe, és a Krúdi Vigadó előtt majd teszünk egy kis sétát, verselünk, szavalunk, egy kicsit beszélgetünk, gondolom, hogy Sóstó mindenkit el fog varázsolni, egy kis időt ott eltöltünk, és utána pedig jövünk vissza a Koronába, és ott a vacsora után pedig a napnak, illetve a három napnak a fénypontjára kerül sor, amikor a vándorzászlót és a vándorbotat meg fogjuk kapni Debrecentől, illetve a nagykanizsai olvasókörtől. Tulajdonképpen ugye ez a szövetség szimbóluma, ez a két jelkép. Igen, így van. Azzal, hogy megkapjátok, ez tulajdonképpen ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a vándorbotot mi Debrecentől kapjuk meg, ők tavaly ilyenkor szervezték a nyári találkozót,
és ez a vándorbolt egy évig nálunk marad, és ezt amikor rendezvényeink vannak, mindenfelé visszük magunkkal, és ez tulajdonképpen a szövetséghez tartozás, az összetartozásnak a jelképe. A zászló pedig a Nagykanizsáról érkezik, ugye legutóbb ott volt a találkozó, és az pedig a következő találkozóig marad nálunk, mégpedig őszig, amikor Hódmezővásárhelyre fogunk menni. Gondolom, hogy amellett, hogy ez egyfajta kikapcsolódás a tagoknak, azért szakmai dolgokról is szó esik, amikor irodalomról, könyvekről beszélgettek, illetve hát magáról az olvasás gyönyörűségéről. Ez így a programok közben történik, vagy van kifejezetten egy ilyen kis kerekasztal beszélgetés mondjuk a rendezvényen? Egy megnyitó lesz, mégpedig pénteken, amikor tulajdonképpen bemutatkozunk mi, mint olvasókör, valamint a könyvtár igazgató Tomaszowski Anita is fog egy tájékoztatást adni a könyvtárról, egyáltalán arról, hogy hogyan élünk mi itt Nyíregyházán, valamint a szövetségi elnök is tart egy kis bevezető előadást, és néhány filmet meg fogunk akkor nézni, más filmet Nyíregyházáról, és utána lesz egy kis beszélgetés, de inkább ez a nyári találkozó a szórakozásé, a kikapcsolódásért, de a sorok között nyilván a sok-sok beszélgetés közben azért szó esik az olvasmányokról, olvasmányélményeinkről, kicseréljük tapasztalatainkat, hiszen ebben a szövetségben 2000 tag foglal helyet, és nagyon sok színűek vagyunk. Tehát nem kimondottan csak olvasókörök, az a klasszikus értelemben vett olvasóköröket képezi ez a szövetség, hanem vannak benne olyanok, akik táncolnak, énekelnek, vagy különböző hobbikat végeznek, tehát nagyon sokszínű, és ezt a sokszínűséget próbáljuk mi átvinni a saját életünkbe, és a kulturális életünket gazdagítani ezáltal. Akkor most még csináljunk egy kis reklámot az olvasókörnek, mert ha erre a rendezvényre már nem is tudnak becsatlakozni a nézők, lehet, hogy kedvet kapnak majd arra, hogy mondjuk jövőre, mint résztvevők valahová elutazzanak, ahova majd kerül ez a vándorbot, hogyan tudnak csatlakozni az olvasókörhöz, és vannak-e bármiféle feltételei annak, hogy valaki tagja legyen a ti olvasókörhöz? A feltétel az, hogy mivel mi a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület keretén belül működünk, először is be kell lépni a kulturális egyesületbe, amelynek van egy tagdíj, egy 3000 forint, és akkor már automatikusan az olvasókörnek is tagja lesz az illető, és természetesen minden programunkról tájékoztatást adunk körimélben, immárom 200 tagunk van, hál' Istennek, és egyre többen csatlakoznak fiatalok is hozzánk, és akkor körimélben megkapják a következő találkozónak is a programját, amely, mint említettem, Hódmezővásárhelyen lesz október 25-26-27-én, és aki kedvet érez ahhoz, hogy eljöjjön velünk, azt nagy szeretettel várjuk. Hát Jolika, köszönjük szépen, hogy itt jártál, és akkor engedünk köszönöm vissza szépen, a olvasó társakhoz, és kívánunk nektek nagyon szép hétvégét. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Az olvasóköri találkozó, tehát most vasárnap ér véget, akárcsak a tékatábor, stábunk szerdán járt Nagykáló Harangodon, úgyhogy mutatjuk is, hogy mi történt aznap. Hegedű óra nem szokványos iskolai keretek között a nagykálói ték a népművészeti táborban. Ezekben a sátrakban népművészek vagy épp egész családok laknak, akik egy hétre ide is költöznek, míg mások csak a programokra látogatnak ki. A tékatábor úgy gondolom, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, sőt akár országosan is, hogyha népművészetről, néptáncról, népzenéről beszélünk, akkor egy egyedülálló és egy kimagasló rendezvény. És ezt nem csak azért mondom, mert itt valóban összpontosul mindaz, amiről, hogyha népművészetet vagy népi mesterségeket hallunk, akkor ez itt mind megtalálható, de valóban ez egy örökség átadó tábor. Egy olyan tábor, amely már 39. alkalommal vonzza azokat a fiatalokat, idősebbeket, vagy inkább azt mondom, hogy már régebb óta fiatalokat, akik mind-mind érzik azt, és tudják azt, hogy mekkora szükség van arra, hogy azt a múltban rejlő örökséget, a hagyományokat, azokat ne csak éltessük, hanem át is adjuk az utánunk következő
nemzedékeknek. És a mostani tábor tematikája az a Mesterek és Tanítványok címszó alatt összpontosul, amely pontosan ezt fejezi ki, ezt az üzenetet, és ezt a célt, hogy valóban itt azok a mesterek, akik már évtizedek óta űzik, és valóban éltetik azt a küldetést, amelyre mi nagyon büszkék vagyunk itt a Vármegyében, akár mint értéktár, akár mint Vármegyei Közgyűlés, azt ők évről évre, táborról táborra átadják az utánuk következőknek, és valóban mindig azt látjuk, hogy ha elmegyünk egy-egy megnyitóra, hogy már a tanítványok közül is kerülnek ki olyanok, akik később, vagy akár már akár most is, a mostani táborban is mesterként tudnak segíteni ebben a küldetésben. És tényleg jó látni azt, hogy az a sok fiatal, az mind jól érzi magát, és valóban látszik az, hogy mennyire fontos az, és mekkora közösséget teremt a népművészet és a népi örökség. Úgyhogy a tékatábor úgy gondolom egy kuriózum, nem véletlenül került be a vármegyei értéktárban a legutóbbi bizottsági ülésen, ezt a tékatábor megnyitóján is kihangsúlyoztuk, és nagyon büszkék vagyunk arra a teljesítményre, amit a szervezők évek óta letesznek az asztalra, és azt hiszem, aki kilátogat, akár egy délelőtt, akár egy délután, vagy akár egy esti koncertre, az biztos, hogy olyan élményekkel tér haza, amely hosszú-hosszú napokra, vagy akár hónapokra is elkíséri. A Tiszaeszláról kitelepült Kovács műhelynél már korán reggel sorban állnak a gyerekek. Édesapám által második generációs műhely vagyunk, ő is itt van jelenleg, kijött ma a tábor, kilátogatott. Nagyon népszerű a gyerekek körében a mesterség, gyakorlatilag most csak azért nem látszik, hogy mennyire népszerű, mert szünnapot írtam ki, és egyébként pedig reggel 6 óra óta képesek itt ülni azért, hogy sorra kerüljenek estig. Ez pedig már az 1986-ban a Makovec tanítvány Ekler Dezső által tervezett tánccsűr, ami Nagykálló harangod egyik különlegessége. Itt reggel 9 órától élő zenei kíséret és táncművészek foglalkozásai várják a legkisebbeket, este pedig moldvai táncmulatság zárja a napot. Kerezsi Antal szakmai vezető szerint a tékatábor immár 39. éve egy családias jellegű tábor szakmai programokkal nem is tervezik nagy fesztivállá alakítani. Ettől függetlenül örülnek neki, hogy az ország különböző pontjairól és külföldről is vannak vendégeik. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, igen, egy tánc nagy hatalom az országunkban. Ugye olyan adatközlő táncosokkal bírtunk, és olyan felvételeink vannak róluk, ami ugye a felső Tiszavidék, Nyírség, Szatmár és a Hajdúság összefoglalásában ugye kiemelkedő országosan. Tanultak is, ugye a mai fiatalok tanulnak, az elődeink tanultak ezektől az emberektől, ugyanúgy zenészektől, ugyanúgy néptáncosoktól. Itt most jelen pillanatban ugye Nagykálló harangod ikonikus épületében, a tánccsűrben vagyunk. Ez egy Ekler Dezső által tervezett épület. Ugye Ekler Dezső a Makovec csoport tagja volt, tehát mint építész, Makovec Imre tanítványa volt, és ugye 1986-ban ő kapta azt a feladatot, hogy ez a tánccsűr felépülhessen. Ugye ez nagyon különleges, aki itt széjjel néz, az látja, hogy maga ennek a felépítménye is, ugye ez az egész épület, ez egy különleges szerkezetű épület, és van egy kis történet hozzá, hogy ugye a tanult, komoly építészmérnök hallgatók építették a nagykállói lakosokkal Kalákába ezt az épületet, és amikor a teteje készült, akkor mindenféle technikát megpróbáltak megoldani, mert nem tudták összehozni, hogy is zárják be az épület tetejét. És egy nagykállói születésű ács mester itt volt kint, egy egyszerű ember, és ő megmagyarázta az építészeknek, hogy milyen módon kell. Ők átgondolták, rájöttek, hogy igaza van az úrnak, és ilyen elven kivitelezték az egészet. Tehát ugye mindent össze tudunk hangolni így az építészetet, a népművészetet. A hátam mögött található egy fotókiállítás, amit Farkas Jocó barátunk, aki a Hagyományok Háza alkalmazottja, dolgozója. Ő a felvidéki hálózatnak az egyik vezetője. Ugye a Hagyományok Háza hálózat van most már az országunkban, ugye ez határon túl is átnyúlik, és a Farkas Jocó a felvidéki hálózat vezetője, ő készítette ezeket a fotókat, és ő állította össze pontosabban. Itt a táncház és a népművészet nagy öregjei találhatók a fényképen. Ő általuk
létrejött Magyarországon ugye a táncház mozgalom, ami ugye az UNESCO része, tehát egy nagyon-nagyon fontos dolog, ugye ez egy módszertan is, most már tanítják, iskolákban intézményesítve van, és ebből táplálkozunk, ebből merítkezünk. Ugye láthatjátok, ha körbenéztek a táboron a rengeteg fiatalt, ugye én azt mondom, hogy ezeknek a fiataloknak a zöme már művészeti iskolákban tanul, és művészeti iskolákból merítkezik ugye a magyar népi kultúrából. Ez egy nagyon-nagyon szuper dolog, amikor már az intézményesítve van, mert ugye ez a miénk, és hol máshol, hanem az iskolában. Ugye a legfontosabb az, hogy otthon, tehát otthonról hozzák a gyerekek ezeket a dolgokat, és ugye ezeknek a gyerekeknek a szüleik is így szocializálódtak, ismerik a magyar népdalokat, ismerik a magyar néptáncot, ismerik a magyar népzenét, és ugye itt vannak a foglalkozások, tehát az agyagozástól kezdve a gyöngyfűzésig, ami mind hozzánk köthető magyarokhoz. Nagyon szuper csapatunk van már évtizedek óta. Ugye nyilván cserélődnek az emberek benne, de most jelen pillanatban már körülbelül egy jó 10 éve együtt dolgozunk, sőt van olyan oktatópárunk, akinek ez a 21. tábora, Antal Rolandnak és Antal Dórának, ugye ők Nyíregyházáról érkeznek hozzánk minden évben, a Nyíregyházi Tánctanoda vezetői, ő nekik ez a 21. tábor. Tehát ez is mutatja azt, hogy ugye az életüknek milyen fontos részét képzik. A gyerekeik már ide születtek, a pici babaként kerültek ide a tábor életében, most már ugye már 10 éves fiatal kamaszlányok, és mai napig járnak, és itt vannak, részt vesznek a foglalkozásokon, és hál' Istennek hozzák a barátokat, barátnőket, úgyhogy így szépen gyarapodunk, és így tudunk építkezni, hogy a generációk, ugye nagypapától unokáig mindenki megérkezik. Nagypapa ugye a 80-as években még egy fiatal ember volt, ő itt vett részt, itt töltötte el a szabad idejét ebbe a táborba, most már viszont az unokáját hozza, és ez egy nagyon-nagyon szuper lehetőség. Rengeteg zenekarunk van, rengeteg néptáncoktatónk van. Az a helyzet, hogy ha elkezdem felsorolni mindőjüket, akkor el fog vele menni a műsoridő, de egy-kettőt azért megemlítenék. Tehát van például egy táborban verbuálódott moldvai zenekarunk, ők is már körülbelül 10 éve a tábor részes, egy Zöld Sátor zenekar névre hallgatnak, és azért hallgatnak Zöld Sátor zenekar névre, mert egy zöld sátorban laknak egy héten keresztül, és ilyen ad-hoc jelleggel adtak maguknak annak idején a nevet. Ők viszik például a moldvai oktatás zenei oktatás részét, a táncházakban való muzsikálás részét, ezen kívül a Bakator zenekar, a Bürköz zenekar, a Bakos zenekar működik még közre ugye a táborban, ugye a Bürköz zenekar ugye egy hozzám tartozó zenekar, mi itt jelen pillanatban hivatalosan 21 éve muzsikálunk. És nekünk is úgy telik minden nyarunk, minden évünk, hogy ugye ez az alappillérünk, hogy július utolsó hete, az a téka tábor, és úgy alakítjuk a műsorainkat, hogy ez mindig beleférjen. Ezt mi nem fesztiválnak hívjuk. Tehát az, hogy programokat szervezünk, az a táborlakók igénye szerint próbáljuk megformálni ezeket a dolgokat. Nyilván ideillő programokkal kedveskedünk nekik. Én ezért nem fesztiválnak hívom, hanem ugye népművészeti tábor programokkal bővítve. Igenis fontos, hogy ilyen dolgok legyenek, mert ugye a fiatalságot így tudjuk még pluszba még bevonzani, és azokat az embereket is, akiket olyan mértékben nem érdekel a népzene, néptánc, mint mondjuk azokat a táborozókat, akik ugye egy hétre, 10 napra ide jönnek hozzánk, és a porban, homokban, sátras körülmények között itt laknak. És ugye a célunk az, hogy az úgymond laikusokat is meg tudjuk fogni egy kicsit, és ha más nem, legalább az esti programokon vegyenek részt, vagy amikor kijönnek és a táj szépségét figyelik, akkor azért álljanak meg egy fél órára, órára, csatlakozzanak be egy-két programba. Hál' Istennek én azt látom így évek alatt, hogy egyre jobban tudjuk növelni a tábor létszámát. Tehát amikor annó átvettük a tábort, akkor egy ilyen durván 300 táborozó körül volt állandó. Ez már egy kicsit olyan leült
létszám volt, lecsökkent létszám volt, de ezt sikerült feltornáznunk úgy, hogy nagyjából az ezres táborozó létszámot minden évben el tudjuk érni. Na, nyilván ez időjárás függvénye, az emberek pénztárcájának is a függvénye. Ugye azt is észrevettem, hogy sajnálatos módon nem minden család teheti meg azt, hogy egy hétre, 10 napra ide el tudjon jönni. A 10 napot azért emlegetem, mert van, aki már ilyen mínusz 3. napot is szokott tartani, és akkor megérkezik hozzánk. De igyekeznek a családok úgy eljönni, hogy a szabadságuk egy részét itt töltik el, és hogyha nem is egy hetet, de egy 3-4 napot mindenféleképpen részt vegyenek a táborban. Kézműves foglalkozások közül is bőven válogathatnak a gyerekek, itt például a szövés rejtelmeivel ismerkedhetnek meg a táborlakók. A fafaragó foglalkozást a Kovács műhelyhez hasonlóan szintén egy apa-fiú mesterpáros, a nagykálói Tordai János és Tordai Zoltán, valamint Hajdú László vezeti. Régen ugye az volt a szólás, hogy a bölcsőtúr a koporsóig, ez elkísér. Most ezen belül szeretném elmondani, hogy gyerekeket mind régen érdekelte, miből csinálták a játékot, fából. Na most ugyanúgy visszaköszön itt nálunk a fafaragó szekciónál az, hogy minden gyerek itt áll meg. Akkor jöttek volna, amikor foglalkozás van, ez a legnagyobb tér, azért épült ide, itt millió gyerek szórakozik és saját kedvét leli abban, amit csinálunk. A fafaragók keze alatt idén egy olyan nagyszabású életfa készül, amely a táborban résztvevő mesterségek címereit is magán viseli. Az összesen 8 napig tartó 39. Téka népművészeti tábor vasárnapig várja az érdeklődőket. Kedves nézőink, ennyi fért a mai Weekendbe, tartsanak velünk jövő héten is, ugyanebben az időpontban, amikor Szabó Soma érkezik majd a Kántémusz kórus távol-keleti turnéjának élménybeszámolójával, de a Nyíregyházi Állatparkba is ellátogatunk majd. Én már a kollégáim nevében is megköszönöm a figyelmüket, kellemes hétvégét és jó pihenést kívánok, viszontlátásra!